Azok után, amit Oroszország az elmúlt hat hónapban tett, nem nemzetközi fórumokon, hanem az Ens nemzetközi bíróságán van a helye. Jelentette ki Dmitro Kuleba külügyminiszter a G20-ak találkozóján tartott online felszólalásában, számolt be az Ukrinform. Az asztalnál ül egy agresszor, Oroszország. Úgy gondolom, hogy mindazok után, amit az elmúlt hat hónapban tett, nincs helye nemzetközi fórumokon. Annak az országnak, amely agresszív háborút vív szomszédja ellen, brutális bűncselekményeket követel a polgári lakosság ellen, egy helyet lehet csak fölajánlani a Nemzetközi Bíróságot, közölte Kuleba. Ezen kívül a tárcavezető elmondta, Oroszország előre megfontoltan és cinikusan teszi tönkre Ukrajna mezőgazdaságát. Az ukrán kikötők Kádja megszakította a globális élelmiszerellátási láncokat. Káros hatással van az élelmezés biztonságra. Ráadásul Oroszország ellopja az ukrán gabonát és magtárakat bombáz. Idézte Dmitro Kulebát a CNN. Az Orosz Föderációból Németországba irányuló gázszállítás jelentős csökkenése miatt az országban csökkenteni kell az áramfogyasztást. Ezért a cégek korlátozzák a meleg vízszolgáltatás idejét és a távhűtés hőmérsékletét, számolt be a Financial Times. Robert Habeck gazdasági miniszter már korábban energiatakarékosságra szólította fel a lakosságot. Helmut Dedi, a Német Városok Szövetségének elnöke kijelentette, az egész társadalomnak csökkentenie kell az energiafogyasztást. Nyáron kell takarékoskodni, hogy télen melegek legyenek a lakások. Ennek kapcsán felszólította a városi tanácsokat, hogy korlátozó intézkedéseket vezessenek be. Éjszakára kapcsolják le a közlekedési lámpákat, zárják el a meleg vizet az önkormányzatokat, önkormányzati épületekben, múzeumokban és sportközpontokban. Légkondicionáló berendezéseket szereljenek fel és kapcsolják le a történelmi épületek kivilágítását. A lakosság is reagált a korlátozásokra. Felújítják fatüzelésű kályháikat és kandalóikat. Jelentősen megnőtt a tűzifa, a pelet, a szín, valamint a gázpalackok értékesítése. A francia kormány bejelentette, az ország belépett a koronavírus járvány hetedik hullámába miután a napi fertőzéses esetek száma hosszú idő óta először haladta meg a 200 ezret. Számolt be a Europeiska Pravda a BFM TV csatornára hivatkozva. A koronavírus járvány hetedik hullámában vagyunk. Az Omikron törzs altípusai országszerte fokozzák a járványt, mondta François Bron egészségügyi miniszter az országgyűlésben megtartott beszédében. A kormány egyenlőre nem nyilatkozott a kötelező érvényű szabályok bevezetéséről. Csupán zúf a maszk viselésére vonatkozó ajánlásra szorítkozott. Ugyanakkor az orvostársadalom úgy véli, kötelező szabályként újra be kell vezetni a maszkos rezsimet, legalábbis a tömegközlekedési eszközökön. Krisztián Esztrózi polgármestere a maga részéről elmondta: A jövő héttől helyi szinten kötelezővé teszi a maszkviselést a buszokon és a villamosokon. A koronavírus járvány újabb hulláma Európában, Ukrajnában is kiválthatja a megbetegedések számának növekedését. Figyelembe véve a fertőző betegségek terjedésének logikáját, valamint azt, hogy az ukránok tömegesen térnek haza, a járvány ellenes intézkedéseket gyakorlatilag nem tartják be. Törvényszerű, hogy hazánkban is megnő a betegek száma. Közölte Ludmilla Muharska epidemiológus a UNN-nek adott interjújában. A szakember hozzátette, valószínűleg észrevétlen lesz a megbetegedések számának növekedése, mivel a nyilvántartási rendszer működése akadozik. Kizárólag a kórházi kezelést igénylők és a halálos kimenetelő esetek számában lehet majd következtetni, jegyezte meg a szakember. Ukrajnában az intézményekben megkezdték a belföldi menekültek kilakoltatását. Számolt be Irina Verestyuk az ideiglenesen megszállt területek reintegrációjáért felelős miniszter. A politikus kijelentette, megengedhetetlenek az ilyen akciók, különösen, hogy közeleg az őszi időszak. Egyben emlékeztetett arra, hogy Oroszország teljes körű ukrajnai inváziójának kezdete óta sok belföldi áttelepült személy él iskolákban, kórházakban, szanatóriumokban. Az utóbbi időszakban számos panasz érkezett, hogy egyes intézmények megkezdték a menekültek kilakoltatását. Megértem, hogy ez különböző körülményekkel és okokkal magyarázható. De elfogadhatatlan, hogy az embereket az utcára teszik ki. Szeretném, ha az ilyen intézmények tulajdonosai és vezetői meghallanának engem. Háborodott fel a miniszterasszony. Veres csak hangsúlyozta. Szóba kerülhet az átköltöztetés, persze a körülmények romlása nélkül, de semmiképpen sem kilakoltatás különösen az őszi-téli időszak közelettével. Ugyanakkor megjegyezte, a helyzet a finanszírozás miatt alakult ki. Igyekezni fogunk forrásokat találni, mind a költségvetésben, mind a nemzetközi adományozóktól, biztosított a reintegrációs tárca vezetője. Verescsuk egyben felszólította a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyeket, akiket kilakoltattak, hogy hívják a minisztérium 1548-as forróvonalát, vagy írják meg kommentben a közösségi oldalakon közzétett bejegyzése alatt. Jelenleg nincs napirenden a nők kötelező jellegű katonai nyilvántartásba vétele. 2014 óta egyetlen nőt sem köteleztek katonai szolgálatra Ukrajnában. Közölte Hanna Majlár csütörtökön az egyik országos tévécsatornának adott interjújában. Az ukrán védelmi Miniszterhelyettes ugyanakkor elmondta, hogy a teljes körű katonai invázió kezdete óta, mint egy ezer nő jelentkezett önkéntes katonai szolgálatra. Mint korábban elhangzott, 2022. október 1-jétől bizonyos szakterületeken a nők is katonai nyilvántartásba kerülnek. Az erre vonatkozó rendelet rendelet, amely előírja a 18 és 60 év közötti ukrán nők katonai nyilvántartásba vételét, tavaly december közepén lépett hatályba. A rendelet szerint 35 szakma női dolgozóit tervezik nyilvántartásba venni. A lista lefedi a legnépszerűbbeket is, a vendéglátóipartól a banki szféráig de az orvos és jogtudomány, az elektronika, a kommunikáció, a térképészet, a pénzügy, a könyvelés és könyvvizsgálat területén dolgozó nőkre is kiterjed a rendelet.